ismeretes tegnap Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón több szigorító intézkedést jelentett be, és ezek közül nem a legsúlyosabb a tömegközlekedésen való maszk használat. Ennél sokkal súlyosabb és sokkal jobban borzolta a kedélyeket az a bejelentése, miszerint az állami szférában, az állami szektorban dolgozók számára kollektíven szeretnék kötelezővé tenni az oltást az egészségügyhöz és a honvédséghez hasonlóan. A kormány most sem merte vállalni a felelősséget, mint hogy eddig sem a Covid mizériával és oltásokkal kapcsolatban, éppen ezért a munkáltatók részére pedig olyan jogkört biztosít, melyben megszabhatják munkavállalóik részére, hogy felvegyék az oltást. Az önkormányzatoknál a polgármesterek hatáskörébe fog ez a döntés kerülni, éppen ezért a Mi Hazánk polgármesterei soha semmilyen körülmények között nem fogják kötelezővé tenni ezt az oltást, hiszen egyre több olyan dolog van az oltás körül, ami az embereknek nem áll össze, ami az embereket gondolkodóba ejti. Éppen ezért mi kicsiben nem fogjuk ráerőltetni az emberekre, de ahhoz, hogy ne csak kicsiben tudjunk kormányozni, és ne csak kicsiben tudjunk ilyen döntéseket hozni, az szükséges, hogy jövő tavasszal minél nagyobb százalékkal jussunk be a parlamentbe. Éppen ezért a választópolgárokat arra kérjük, hogy egy olyan felhatalmazással juttassanak be minket a parlamentbe, ahol már erős érdekképviseletet tudunk majd számukra biztosítani, és azt is tudjuk biztosítani, hogy minden ilyen jellegű kötelező dolgot a Mi Hazánk mozgalom azonnal le fog söpörni az asztalról.